Egy első világháborús tengeri ütközet eseményeire emlékszik a Vasvári Pál Polgári Egyesület egy ünnepség megszervezésével és egy emléktábla elhelyezésével. Vendégünk Tóth Kálmán, az Egyesület elnöke, üdvözlöm. Üdvözlöm a nézőket. Beszélgetésünknek ugye az az apropója, illetve hát ez az egész történet abból ered, hogy az első világháború 100. évfordulóját, centenáriumát ünnepeljük, és ugye a Vasvári Egyesület már itt a legutóbbi Vasvári Napok alkalmával már elkezdte a megemlékezést egy különleges hadszíntér, ugye az Adriai hadszíntér eseményeiről. Na most, amiről most beszélünk, az is ehhez kapcsolódik, és egészen konkrétan az SMS Zenta hadihajónak a történetéről van szó. Mutassuk be egy kicsit ezt a hadihajót. Talán kevesen tudnak ugye erről. Igen. A hadszíntérről. Ez a hadihajó egy védett cirkáló nevet kapott, az a neve, hogy védett cirkáló, Zenta osztályú cirkáló. A Zenta nevet egy hadi eseményről kapta. Osztrák-Magyar Monarchia hadihajója volt. A maga korában egy átmeneti hajó volt, még rendelkezett vitorlákkal is, de már egy gőzgép hajtotta a hajót. Úgyhogy ezt tekinthetjük az 1800-as évek végén épült hajót tekinthetünk egy átmeneti hajónak. Ez a monarchia kötelékében szolgált, bejárta a világ tengereket, járt kínai tengeren, járt az ázsiai országokba, Dél-Amerikában és Afrikában is. Úgynevezett védett cirkálóként volt egy rombolója, ez az ulán volt, azért volt védett cirkáló, mert egy romboló védte ezt a hadihajót. A hajó történetének az egyik érdekes epizódja, amikor a bokszerlázadás a hajót a kínai tenger közelében érte, és ennek a hajónak volt a feladata a diplomáciai szolgálatot, Pekingben diplomáciai szolgálatot teljesítő monarchia és angol diplomáciai testületek kimenekítése a háborúból, a bokszerlázadásból. A hajó elsőnek ért oda, és a szárazföldi harcokban részt vett, segített a családtagokat és a diplomatákat kimenekíteni. Majd visszarendelték a hajót dél-amerikai szolgálatra, azután afrikai partok mellett hajózott, és az első világháború kitörésekor 1914-ben hazarendelték a hajót a Kattárói hadikikötőbe, és így érte itt a hajót a háború. A hajó érdekessége, hogy az első világháború Adriai hadszíntéren, de talán az egész világháború első lövését a hajó adta le, ez a Zenta nevű hajó. Mégpedig az történt, hogy Szerbia hadbalépése után a Szerbiának egyetlen kijárata volt a tengerre a montenegrói öbölön keresztül. És ezt a montenegrói területet az Antant mindenképpen biztosítani akarta, hogy Szerbia kapjon a tenger felől mindenféle élelmiszert, fegyvereket kapjon. És a osztrák-magyar flottának az volt a feladata, hogy egy blokádot húzzon föl Montenegró előtt, és ne tudják megközelíteni a angol-francia hajók. Olaszország akkor még semleges volt, és Görögország is. És ez a hajó volt az, aki gyakorlatilag az első komolyabb tengeri ütközetben részt vett. Sajnos egy nagyon szomorú véget ért a hajó, 17 ellenséges hajó támadta meg egy őrjárat során, amiben a ulán rombolóját meg tudta menteni, az beért a biztonságos kattári öbölbe, de az Enta az elsüllyedt. Bocsánat, mielőtt ezt az eseményt tovább elemeznénk, mert ez nagyon fontos, csak egy kicsit szemléltessük azt, hogy maga ez a haderő hogy nézett ki, tehát a monarchiának a flottája, mekkora flotta volt ez, és mekkora hatókörű, és főleg ugye hát milyen ütközetekre tartották fönt ezt a flottát? A monarchia flottájának a legfontosabb feladata volt az Adriai tenger védelme, és gyakorlatilag megakadályozni azt, hogy Szerbia és Olaszország a tengerről ezen a hadszíntéren utánpótlást kapjon. De most nem csak az első világháborúra gondolva, hiszen az előbb említette, hogy ugye egészen a kínai tengerekig eljutott az SMS-zenta. Az akkori, a monarchia is világhatalmi törekvésekkel rendelkezett, és részt akart venni az összes olyan tengeri misszióban, ami akkor lehetőség volt. Úgynevezett lobogómutatás volt akkoriban a fő feladat. A lobogómutatás arról szólt, hogy a világ különböző részein megjelentek a hajók, de nem csak a magyar, a osztrák-magyar hajók, hanem ugyanez volt a feladata egy francia vagy egy angol hajónak is. Egy erőt mutattak, hogy mi jelen vagyunk itt, és megérkeztek különböző hajózási pontokra, szorosokba, átjárókba, kikötőkbe.
stratégiai helyekre, és ott egyszerűen demonstrálták az erejüket az országok, hogy nekünk van erőnk arra is, hogy a tengereken is megvédjük az érdekeinket, és ezt lobogómutatásnak nevezték, tehát az elsődleges szempont az 1800-as években ez volt. Visszatérve ugye az első világháborús adriai hadszíntérhez, és az SMS Zentához, tehát akkor ugye 1914. augusztusában történt meg ez a bizonyos ütközet. Augusztus hanyadikán volt ez? Augusztus 16-án volt az ütközet. És akkor ugye azt említette, hogy hát ugye a Zenta elsüllyedt. Mi lett a sorsa, mi lett a sorsuk esetleg a megmenekülő tengerészeknek, és mi lett az utóélete ennek a történetnek? A Zenta ütközete nagyon érdekes, és egy mai napig tisztázatlan esemény történt az ütközet során. Nagyon sok támadás érte a kapitányt, a páncsér kapitányt, hogy miért nem adta meg magát. Tehát egy láthatóan erőfölényben lévő 16 hajó raj támadta meg. Esélytelen volt, hogy ő ezt meg tudja vívni, sikerül ezt a harcot. De mivel ez volt az első ütközete a monarchiának, az első találkozás, az első hadi találkozása az ellenféllel, ezért ő azt mondta, hogy nem adhatta meg azt a lehetőséget, hogy megadja magát, az egy lélektani előny lett. Tehát ő vállalva a biztos pusztulást végig felhúzott lobogókkal harcolt, tehát fölvette a nagyon egyenlőtlen harcot. A hajó végül is rövid harc után, egy 30 perc után megkapta a végzetes találatot, mozgásképtelen lett, előtték a főgőzvezetékét meg a kormánylapátot. De ezután sem hagyta abba a tüzelést. Amikor a Zenta süllyedni kezdett, akkor még mindig hadilógokkal süllyedt el a hullámsírba. Annyit tett meg a kapitány, hogy amikor már látható volt, hogy a hajó menthetetlen, akkor a part felé irányította, hogy a rajta szolgáló embereknek minél nagyobb lehetőséget adjon a túlélésre. Végül is az történt, hogy amikor a hajó elsüllyedt, az ismereteink szerint 9 óra 40-kor süllyedt el, augusztus 16-án, akkor a hajón lévő embereknek kiadták a parancsot, hogy a hajót elhagyni. Vízbe ugrottak, és várták, hogy majd jönnek, és akkor őket kimentik. És a legnagyobb megdöbbenésükre a flotta megfordult, és ott hagyták őket a vízbe. 170-176 emberről tudunk, akit túlélte ezt a ütközetet. Körülbelül ugyanennyi, 360-370 fős volt a legénység, körülbelül ugyanennyi veszett a hullámsírba, vagy tűnt el a partra úszás során. A túlélők mint egy 5 órai úszás után a Petrovác öbölben egy sziklaszirten értek partot. Voltak sebesültek, égési sérültek köztük, és a Petrovác öbölben egy szirten húzták meg magukat, mert nem akartak a montenegrói partra menni, mert a montenegrói part az ellenséges part volt, és ők abba bíztak, hogy az ulán, aki végül is a Zenta fedezésében az megmenekültettől, hogy az beír Kattáróba, és majd jön egy hajó, aki őket fölveszi, fölmenti. De végül is ez a hajó nem érkezett meg, viszont a montenegróiak azok észlelték ezt az eseményt, és ők kimentek a szírtre, és ott fogságba ejtették a túlélőket. Montenegrói hadifogságba kerültek, és a montenegrói hadifogságból szabadulva aztán, pontos dátumot nem ismerek, a 20-as, 25-ös években visszatértek erre a sziklaszirtre, és egy kápolnát emeltek a megmenekülésük emlékére, hálából, meg a bajtársak emlékére, akik elvesztették az életüket a hullámsírba. És ez a kápolna az mai napig ott van a Petrováci öbölben egy sziklaszirten, és ezt a kápolnát szeretnénk egyfelől megkoszorúzni. Terveinkben volt a kápolnán egy emléktábla elhelyezése, ami jelen pillanatban eltolódott, mert különböző adminisztrációs okok miatt, noha egy éve szervezzük közösen a HM hadisírgondozó osztályával, nem sikerült ezt erre az időpontra megtennünk, de bízunk benne, hogy idén a kápolnán lesz egy emléktábla. Ez az emléktábla, és ugye azt is tudjuk, hogy egy sporteseményt, vagy egy emléksporteseményt is szerveznek, ugye pont a Zenta elsüllyedésének 100. évfordulóján, tehát pontosan ezen a napon, tehát augusztus 16-án. Ez mi lesz ez az esemény? Igen, úgy gondoltuk, hogy augusztus 16-án nem fogjuk tudni pont 16-án megoldani. Ennek egyszerű, triviális oka van. 16-ára nem tudtunk hajót bérelni szombati napon,
charterhajóváltás van, akkor adják le az előzőleg bérelt hajókat, és csak akkor lehet fölvenni este a következő időszakra bérelt hajókat. Egyszerűen fizikailag nem tudtunk hajót találni. Ezért a 18-a mellett döntöttünk. Hát nagyon érdekes a hajó karmája, ha van ilyen egy tárgynak. Minden augusztusra datálódik ez körül a hajó körül. Augusztusban kezdték el az építését, augusztusban bocsájtották vízre, és augusztusban süllyedt el. És ez a dátum, augusztus 18-a, ez a hajó vízre bocsájtásának a dátuma. És úgy gondoltuk, hogy a 18-ai dátum az ebben az ügyben nekünk megfelel, a hétfő, és gyakorlatilag augusztus 18-án, úgymond a hajó születésnapján koszorúzzuk meg a általunk ismert koordinátapontot, tehát szeretnénk a hajó fölött egy koszorút a vízbe helyezni, és a 9 óra 40-kor, amikor a hajónak a parancsnoka kiadta a vezényszót, hogy a hajót elhagyni, 9 óra 40-kor azok az emberek, akik ezt vállalják, vízbe ugranak, és megpróbálják leúszni azt a közel 5 kilométeres távot, amit a Zenta túlélői is leúztak, és ez egy sporteseményként nagyságrendileg egy Balaton átúszási távnak felel meg. Hát igen, csak tengeren, és ez talán egy kicsit... Tengeren, augusztus van, bízunk benne, hogy jó idő lesz, persze ez, mint minden, a tengeri időjárás függő, de ha az idő engedi, akkor megpróbáljuk ezt a távolságot leúszni, és ugyanott partot érni azon a sziklaszirten, ahol a 100 évvel ezelőtti túlélők partot értek. Ez egy tiszteletadás is, meg egy talán tudunk közeledni a montenegrói emberekhez, és ha ebből egy hagyományt tudunk teremteni, akkor majd talán montenegróiak is fognak úszni. Kérdeztem is volna, hogy kik vesznek részt az úszásban, ugye akkor cél, hogy bevonják az ott élőket is, de Magyarországról kik érkeznek? Igen, hát Magyarországról szárazföldön egy busszal jön egy csapat, azok nagyjából 25-30 ember most, ha jól tudom, de lehet, hogy már 35, azt egy másik civil szervezet szervezi velünk közösen, a Közlekedésért és Kultúráért Közalapítvány szervezi ezt az utat. Mi pedig 3 hajóval fogunk leérkezni, mi is nagyságrendileg 30-an leszünk. Tehát összesen egy 60-65 emberről beszélünk, és jelen ismereteim szerint 30-35-en vállalják az úszást. Kétféleképpen fogunk úszni, lesznek akik a teljes távot megpróbálják leúszni, és fogunk csinálni egy váltóúszást is, mert csónakok és hajók fogják kísérni az úszókat. 1000 méterekre felosztjuk a szakaszt, és 1000 méterenként cserélünk a csónakba utazókkal és az úszókkal. Tehát egy ilyen úgymond váltóúszás is lesz. Ugye a beszélgetés végén egy fontos kérdés, ugye említette, hogy hagyományt szeretnének ebből teremteni, és lehet látni, hogy ugye önök a centenáriumhoz kapcsolódva, tehát a világháború centenáriumhoz kapcsolódva egy nagyon tudatos döntést hoztak, mégpedig azt, hogy az adriai hadszíntérrel kezdenek el foglalkozni. Ugye ez volt ezen a bizonyos, a vasvári napokon, ezen a bizonyos Kárpát-medencei tanulmányi versenyen, most elkezdtek ugye helyszíneken is emlékeseményeket szervezni. De miért az adriai hadszíntér? Miért olyan fontos ez? Az adriai hadszíntér egyfelől az első világháborúnak egy nagyon fontos hadszíntere. Mi szeretnénk a fiatalokat közelebb hozni, egy picit megismertetni velük azt, hogy túl azokon a sztereotípiákon, amit az első világháborúról általában tudnak az emberek, mindenki tudja, hogy Isonzó Doberdó, hogy hol folytak még harcok. És a fiataloknak nagyon-nagyon pici az ismerete. Tehát fájó pont az, hogy a alapfokú tanulmányokban is és a középfokú tanulmányokban is éppen hogy csak érintik. Tehát teljes vertikumában nincs kibontva az, hogy ott milyen hatalmas, heurikus harcot vívtak a magyar emberek. A monarchia többi tagállamának az emberével voltak csehek, voltak horvátok, voltak a osztrákokból is sorozva. Tehát egy vegyes összetételű legénysége volt. Igaziból vigyáztak minden egyes hajónál arra, hogy 3-4 ország legénysége legyen a hajón. Tehát nem voltak olyan hajók, hogy csak horvát, vagy csak magyar, vagy csak német. A legénység összetételénél mindig igyekeztek a monarchia összetételét arányosítani. Ezen a hajón is voltak a magyar katonákon kívül horvát katonák is. És az érdekessége az, hogy 46 olyan magyar katonának a nevét egyébként megtaláltuk, aki egészen biztosan ebben a harcban és ezen a hajón szolgált a bizonyos csata időpontjába. Ezt csak úgy mellékesen kitérőként mondtam. De az egyik ok, hogy miért a Adria, mert én nagyon szeretek hajózni. Tehát érdekel a hajózás, nagyon sokat vagyok lent,
és lépten nyomon botlók olyan magyar emlékekbe, emlékhelyekbe, ami egyszerűen szeretném másokkal is megismertetni, hogy nem olyan távol tőlünk ez a tenger, amit 4-5 órányi autóúttal el lehet érni. Rengeteg titkot rejteget még a magyarok számára, ráadásul olyan titkokat, amire egyébként büszkék lehetünk, és nem szabad nem tudni róla. Mivel ugye kevés szó is esik az Adria-hegy szintjéről, legalábbis eddig kevés szó esett, azért ez egy nagyon érdekes felfedezés, és mindenképpen érdemes nekünk is nyomon követnünk, úgyhogy remélem, hogy augusztus 18-a után majd újra tudunk itt találkozni és beszélni arról, hogy mi történt. Sok sikert kívánok ez az eseményhez, és köszönöm, hogy beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.